Gyászmegemlékezés. A holokauszt 78. évfordulóját tartották. Jubileumi vásár. Kulturális és gasztronómiai seregszemle felső rajkon. Finomságok hétvégéje. Street Food Weekend Zalaegerszegen. Ez az Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Gyuk Alexandra vagyok. 2022. június 13-a hétfő van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Gyászmegemlékezést tartottak a holokauszt 78. évfordulóján az egykori zalaegerszegi zsinagógában. Az eseményen jelen volt Gecse Péter alpolgármester is, aki beszédében kiemelte. Fel kell hívni az emberek figyelmét a haláltáborokban történt borzalmakra, hogy ez soha többé ne ismétlődhessen meg. A menórán meggyújtották a gyertyákat. Eközben Paul Gulda egy Bach művet szólaltatott meg. A bécsi zongora művész minden évben részt vesz a megemlékezésen. Ich bin mit diesem Thema deswegen verbunden, weil wir in Rechnitz in Österreich schon seit Jahren. Ausztriában évek óta megemlékezünk a magyar zsidóságról, így a saját hivatalom révén kötődöm a témához. De vannak személyes kötődéseim is, Dégy nagymamám Nagyváradról származik, emellett a család jó barátja él Budapesten, itt számos olyan szál van, ami engem az önök közösségével összeköt. Virág Judit felelevenítette az 1944-ben történteket. A zalaegerszegi zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, fontos, hogy átérezzék a jelenlévők azt, hogy akkor mi mehettek keresztül az emberek. Azok a zsidó emberek, akik akkor éltek, és azért, mert zsidónak születtek. És nagyon fontos az, hogy a fiatalok is ezt meghallgassák, de a legfontosabb az, hogy emlékeztessünk. Van egy olyan imánk, amiben az van, hogy meséld el gyermekeidnek. Ez arról szól, hogy minden, ami régen történt a zsidósággal, az olyan, mintha velünk történne jelen időben. Zalaegerszegen 1944. áprilisában kezdődött el a zsidó lakosok összeírása, május elején pedig létrehozták a gettókat. Ekkor több mint 3000 ember tartottak fogva. Az őket szállító vonatok május elején indultak el a haláltáborok felé. Júniusban kiürültek az egerszegi gettók, a deportáltak és a munkaszolgálatra elhurcoltak közül pedig 1200-an soha nem térhettek vissza. Nemzetközi térségi kiállítást és vásárt, valamint kulturális és gasztronómiai seregszemlét tartottak felső rajkon. A 10. alkalommal megszervezett jubileumi rendezvényen a környék gasztronómiai specialitásait is megismerhették a vendégek. Több mint 50 település képviseltette magát. Itt 25 termelő és kézműves kínálta portékáját. A felsorajkor érkeztünk, mézet hoztunk, többféle fajta mézet termelünk, olyan 7-8 félét tudunk évente termelni, illetve mélyviasz termékeket hoztunk még. Az eseményen Viglászló országgyűlési képviselő, a szervező Közép-Zala Gyöngyszemely Vidékfejlesztési Egyesület elnöke felidézte, a kezdetekben a környéken élő őstermelőknek szerettek volna találkozási lehetőséget biztosítani. Ezért találtuk ki ezt, ez mellett bemutatkozik itt a színpadon Zala megye kulturális életének nagy többsége, ez mellett minden éven készítünk disznóvesi húsos káposztát, halászlét, vadpörköltet, kürtös kalácsot, kenyérlángost, tehát 7-8 étel készül, ami szintén ránk, a mi kultúránkra jellemző. A rendezvényt Palkovics László nyitotta meg. Az ipari és technológiai miniszter köszöntője után a megye ismert közéleti személyei egy vetélkedőn palacsintadobásban mérték össze tudásukat. Ha arra gondolunk, hogy a vírushelyzet ezt mondjuk az elmúlt két évben azért nehézkesített előtt, akkor mindenképpen jó, hiszen azért a környezetünk arról szól, hogy egymással együtt vagyunk, és ezt a vírus nem tette lehetővé. Úgyhogy mindenképpen boldog mindenki. Az a szép ebbe, hogy ez egy vásár, ahol nehéz innovációról, technológiai, energetikáról beszélni, hanem egyszer csak élvezni kell azt, hogy együtt vagyunk, élvezni kell azt, hogy egyébként Zala egy szép hely, hogy ezt fogjuk ma tenni. A szervezők célja, hogy Közép-Zala településeinek összetartozását erősítsék, miközben felhívják a figyelmet a helyi termelők és kézművesek szerepére.
Három napon át ínyenc falatokkal vártak mindenkit a Street Food Weekenden Zalaegerszegen. A város főterén, ahol 20 vendéglátós kínálatából válogathattak az érdeklődők, a finomságok mellett zenés programokkal is készültek a szervezők. Tépet húsos szemvistől pizzaburgerig számos kulináris élménnyel gazdagodhattak az ide látogatók. Volt, aki minden nap eljött abban a reményben, hogy sikerül minél több ételt végigkóstolnia. Kóstoltam egy csirkés burgert, nagyon finom volt a Belfritnél. Aztán igazából este még kóstoltam csúroszt vaníliafagyival, és nagyon ízlett. Ma pedig egy pulled pork szendvicset ettem, és az is nagyon jó volt, és bőséges volt, úgyhogy majd még a szürke harcsa halvát szeretném majd kipróbálni, illetve még egy-két helyet. Negyedik alkalommal sorakoztak fel a food truckok a dísztéren. A pandémia után a szervezők, a vállalkozók és a vendégek egyaránt örömmel fogadták ezt a lehetőséget. Nyilván két év kimaradt most a Covid időszakban, nem tudtuk megrendezni az elmúlt két évben, úgyhogy most nagy örömmel újra neki tudtunk vágni, és az érdeklődésen is látjuk, hogy az emberek már nagyon vágytak rá, hogy újra meg tudjuk rendezni itt a dísztéren ezt a fantasztikus ételkavalkádot. Nagyon változatos a paletta. Vannak különböző hamburgerek, különböző barbecue ételek, vannak nagyon érdekes, különleges desszertek, különböző szószokkal, különböző nemzetiségek szószaival, aztán nyilván popcornt is tudunk fogyasztani. Az esemény jótékony célokat is szolgál. A helyi gyermekotthon 24 lakóját megvendégelték, emellett a teljes forgalom 1%-át felajánlják egy gyermekeket segítő szervezet számára. Az idei évben, ugye ez a háborús helyzet, ami kialakult, azt láttuk, hogy nagyon szeret mindenki jót csinálni. És arra gondoltunk, ha már járjuk az országot nyáron, akkor próbáljunk meg mi is ezzel valami jót tenni. És fölajánlottuk az 1%-át a bevételünknek, a Kuckó Alapítványnak, a Kuckó Önkéntes Programnak egész pontosan. Akik eddig Budapesten jótékonykodtak, ők élményt adnak nem családnál nevelt gyerekeknek. A Street Food Weekend résztvevői vállalták továbbá, hogy törekszenek a műanyagmentességre. Ennek köszönhetően Zalaegerszegen is elsősorban papírból készült eszközökben tálalták az ételeket. Zalaegerszegen rendezték a Közlekedik a Család országos vetélkedő megyei döntőjét. Három helyszínen 5 feladatban kellett tudásukat bizonyítani a résztvevő családoknak. A vetélkedő sorozat alapvető célja, hogy minél szélesebb körben felhívja a figyelmet a szabályos, körültekintő, megfontolt közlekedés fontosságára. Olyan feladatok várják a résztvevőket, hogy a szülők egy vezetéstechnikai tréningen vesznek részt, majd a gyerekeknek egy kerékpáros ügyességi verseny lesz az Alsóerdei Kressz Parkban, majd azt követően pedig a Start autós iskolánál pedig közösen írnak egy kressztesztet. 28 család gyűlt össze, hogy kipróbálja magát, és ringbe szálljon az értékes nyereményekért. A siker érdekében mindenkinek ismernie kell az alapvető szabályokat, elméletben és gyakorlatban egyaránt. Az autó kicsit ismeretlen én nekem, de az ember hamar rá lehet szokni, tehát jó autó, új autó, mindenféleképpen. Itt a megfordulás az egy kicsikét úgymond nehezebb, minden ott el kell találni az ívet, hogy hogyan áll be az ember, de nagyon jó, tehát úgy tapasztalatnak mindenféleképpen. A versenyen legeredményesebben szereplők képviselik Zala megyét az országos döntőben, ahol a fődíj egy személygépkocsi. A vetélkedő első három helyezettjét Zalaegerszeg megyei jogú város önkormányzata kerékpárral ajándékozta meg. Eszkimó indián vetélkedőt rendeztek a Gébárti tó strandon. A kétnapos program szárazföldi ügyességi váltóversenyekkel kezdődött. Ezt követően a gyermekek vízre szálltak és kajakkenu feladatokat teljesítettek. Forog, csak a levegőben. Az eszkimók megmérettetésével kezdődött a vasárnap. A 8 évesek a bója megkerülésével 500 métert eveztek, eközben az indiánok a vízi ügyességi feladatsorra készültek. Ez egy pontszerző verseny, ahol most vagyunk. Először egy másfél kilométert fogunk futni, majd 2 kilométert fogunk evezni. Én már kiskorom, vagy kisebb korom óta szerettem volna ilyen vízen evezni, és nagyobb koromban is szeretném folytatni, nagyobb szinten. Azért választottam a kajak sportot, mert nekem szabadságérzetet ad,
hogy a vízen vagyok, evezek, akkor olyan, mintha szállnék a levegőben. 6 egyesület érkezett Gébártra, itt csak nem 180 gyermek mérte össze az ügyességét. A fiatalok változatos kategóriákban álltak rajthoz. Kicsiknek 4000 méter leevezés lesz a vízen, utána nagyobb korosztályok lesznek csoportokra bontva, egy másfél kilométeres kört fognak lefutni, utána pedig a hajójukat bedepózva fogják a vízre tenni, és 2 kilométer evezés fog lezajlani. Csaj Renáta, a regionális akadémia névadója 12 éves kora óta kajakozik. Célja, hogy megismertesse és megszerettesse a gyermekekkel a természetközeli sportágat. Kajakkenú sport életében immár hagyománynak számít ez az eszkimó indián játékok. Nagyon-nagyon még én is indultam ezen gyermekkoromban, részt vettem. Azért nagy jelentőségű, mert Zalaegerszegen most rendezik meg először. Úgy tudom, hogy Zalaegerszegen most először van kajakverseny is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lépés mind Zalaegerszegnek, és a Kajakkenú Szövetségnek mert még egy tagszervezetet be tudtunk vonni. Megtisztelt minket a Magyar Kajakkenú Szövetség és a Regionális Akadémia, hogy ezt a versenyt idehozta Zalaegerszegre, ide a Gébárti tó partjára. Hát ugye ez az első ilyen rendezvény, viszont nagyon élvezik, úgy látom, a gyerekek, és itt azért találkozhatnak olyan példaképekkel, akik világbajnokok, olimpiai bajnokok. 2014-ben komoly fejlesztés indult el a Gébárti tó környékén. Egyebek mellett kiépítették a 4 éve alapított Kajakkenú Egyesület bázisát. A szervezetben jelenleg 25 gyermek sportol, akik az elmúlt évben már versenyeken is indultak. Sportnapot tartottak ma a Vincenti iskolában. Az egésznapos rendezvény egyik csúcspontjaként Illés Fanni paralimpikont, az intézmény egykori növendékét életéről, pályafutásáról több száz diák hallgathatta. A találkozón a köszöntők után mintegy meglepetésként képes időutazásra invitálták a sportolót. Egykori osztályfőnökével felelevenítették a közös emlékeket, majd 2 diák faggatta elért eredményeiről és küzdelmeiről. A szervezők ezért és személyisége miatt gondolták, hogy erre az alkalomra őt kell meghívni. Mindenképpen azt gondoltuk, hogy egy olyan sportolót hívjunk meg, aki az országért sokat tett, és mivel ő az iskolánk tanulója volt, és nagyon szerették a tanárok és az osztálytársak és a diáktársak, ezért gondoltuk úgy, hogy őt kéne meghívni, és ő mondja el, hogy tulajdonképpen paralimpikonként milyen életet él azóta, és hogy érzi magát. Az úszó sokak példaképe lehet. A versenysportot, a rengeteg felkészülést azonban neki sem volt mindig könnyű összeegyeztetni a tanulással. Munkáját dobogós helyezései, aranyérmei már igazolták. A beszélgetés során ezek hátteréről is szó esett. Engem mindig nagyon tud motiválni az, ha valaki azt mondja, hogy gyerünk, csináld meg, de még jobban, ha valaki azt mondja, hogy úgyse vagy rá képes. És ilyenekből azért az elmúlt 18 évben rengeteg volt a sportpályafutásom során, akik azt mondták, hogy hagyjam abban, ne csináljam tovább. És ezek mind-mind akkora motivációt adtak, úgyhogy tudtam folytatni, és igenis be tudtam bizonyítani. Aztán rájöttem, hogy igazából nem is nekik bizonyítottam, hanem mindig magamnak. Az eseményt egy különleges elem zárta. A résztvevők a küzdőtéren Illés Fannival közösen készítették el azt a fotót, mely megőrzi az együtt töltött óra emlékét. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Gyászmegemlékezés. A holokauszt 78. évfordulóját tartották. Jubileumi vásár. Kulturális és gasztronómiai seregszemle felső rajkon. Finomságok hétvégéje. Street Food Weekend Zalaegerszegen. Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2022. június 13-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb kedden este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zektv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!